a tranzakciós adók miatt egyre több ember fölteszi a kérdést, különösen a vállalkozók, hogy hogyan lehetne spórolni a bankszámla költségein. Az egyik legkézenfekvőbb dolog, hogyha elviszük külföldre a bankszámlánkat, hiszen a szomszédos országokban sehol nincs ilyen tranzakciós adó, és uniós vállalkozásként bármikor nyithatunk teljesen legálisan, akár Szlovákiába, Ausztriába bankszámlát. Szlovákiában tárkarokkal várják a magyar vállalkozókat, mivel eurós ország, ezért különösen az eurós számlát megéri ott vezetni. Havi 6-7 euróért kapunk olyan számlacsomagot, ami nem csak a bankkártyát tartalmazza, de korlátlan ingyenes eurós utalást, illetve annak a fogadását is, ami a magyar bankokba, főleg a tranzakciós adó miatt ritkán lehet megúszni tételenként 2-3 ezer forintnál olcsóbb kiadás mellett. Nagyon sokan nyitnak céget Szlovákiában, ennek vannak előnyei is. Az egyik legnagyobb előnye a 23%-os társasági adó, ami elsőre soknak tűnik, de ezután már nem kell fizetni, ha a cégből kiveszük a pénzt. Illetve például a raktárkészletre nem kell az áfát befizetnünk, és több ilyen adóelőny van. Azonban a figyelmet felhívnám mindenkinek, amit sokan rosszul tudnak, hogyha én Magyarországon lakok, és az év felét plusz egy napot Magyarországon töltöm, akkor teljesen mindegy, hogy hol van cégem, akár Panamába, akár Kajmán-szigeteken, akár Szlovákiába, teljesen mindegy. Az onnan felvett osztalék után akkor is magyar törvény szerint adózok, ha egyébként például Szlovákiában azután már nem kellene adóznom. Még a cégalapítás rengeteg tényezőtől függ, és nagyon tisztában kell lenni az adótörvényekkel, hogy megéri-e nekünk céget alapítani külföldön. Bármilyen magyar cég ezzel szemben külföldön nyithat számlát, minden bürokratikus akadály nélkül, ezért érdemes megnézni, hogy nem jönnénk-e ki olcsóbban külföldi bankszámlák használatával.